Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, vendégeinket, örülök, hogy vagytok itt közelebbről, távolabbról. És hát köszöntjük szeretettel azokat is, akik felvételről vagy így a távolból kísérik figyelemmel az ige tanulmányunkat. Mindig egy kicsit elszorul az ember szíve, amikor a bajban lévőkre vagy a balesetet szenvedetekre gondolunk. Olyan szomorú volt hallani a múlt heti balesetet. De hálásak vagyunk, hogy Jóisten olyan kegyelemmel teljesen megsegítette a testvéreinket, és nem lett nagyobb baj. Gábor bácsiról tudjátok, és be is volt már jelentve. Olyan jó, hogy Jóisten megőrizte őt, és reméljük, hogy még sokáig köztünk lesz és lehet. És hát lehet, hogy a vezetéssel most már lehet, hogy fel kell hagynia. Nagy kihívás ez, ugye? Milyen fontos a helyváltoztatás? Mennyire fontos, hogy még el tudjunk menni A-ból B-be, ugye? Gyerekek, az Isten tisztelet elején szeretnék hozzátok szólni egy kicsit. Szeretnék egy bibliaverset elolvasni Máté evangélium a 10. fejezetéből. A kis madarakra, az legkisebb madarakra, miket szoktunk mondani, hogy általánosságba? Ismertek kis madarakat? Melyik az egyik legáltalánosabb kismadár mondjuk Magyarországon? A veréb. De hát azt mondják, hogy a verebek most már eléggé veszélyeztetettek, mert egyre kevesebben vannak. Valahogy a lakóhelyük, meg az élőhelyeik bajban vannak, és úgy hallottam, hogy lassan a védett kategóriába tartoznak. Képzeljétek el, gyerekek, hogy a Bibliában van szó a verebekről. Jézus beszélt róla Máté evangélium a 10. fejezetében. Azt mondja, hogy régen lehetett a piacon kismadarakat kapni, most talán csak papagájukat, vagy pintyeket lehet, néha nem tudom, milyen díszmadarakat, de régen még verebet is lehetett kapni, akkor is szerették a gyerekek a kismadarakat, és biztos, hogy a szülők néha a gyerekeknek nem tudtak nemet mondani, és ők meg mondjuk verebet vettek a gyerekeknek. Azt olvassuk, hogy nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért. És egy sem esik azok közül a földre, a ti atyátok akarata vagy tudta nélkül. Nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Mit mond ez a Biblia vers? Szoktátok nézni a cinkéket, vagy a madarakat? Szoktátok télen enni-adni a kis madaraknak? Madáretetőben? Van otthon madáretetőtök? Hát nem mindenkinek, ugye? De milyen jó kiszórni kis ennivalókat, és aztán látni, ahogy egyszer csak odaszoknak, és akkor láthatjuk, meg hallhatjuk a kedves éneküket, még az ablakba is sokszor odarepülnek télen. Vagy nyáron is. Hát a következő történetet egy barátom mesélte el, és szeretnék így a verebek kapcsán egy kismadárnak a történetét elmondani. Egy család kirándult, egyszer így szombat délután talán, vagy így egy kis kirándulás alkalmával, és letelepedtek az út mellett egy kis réten. És ott volt egy útjelző tábla, és úgy nekidőltek, vagy úgy nekifogtak uzsonnázni, pihengetni, és egyszer csak ilyen kis kapargatást hallottak. Olyan kis apró kis neszezést. Mi lehet ez? Nem tudták eldönteni, hogy vajon mi lehet ez. Egyre jobban füleltek, és hallották, hogy a tábla az egy ilyen csőre szokott lenni ráerősítve, mindannyian láttunk már útjelző táblát, de jó magas, és abból hangzott ilyen kis neszezés. És akkor elkezdtek fülelni, és rájöttek, hogy nem is kaparászás ez, hanem olyan, mintha ilyen kis szárnycsapdosást lenne. Lehet, hogy egy kismadár beleesett ebbe a csőbe. Na de hogy lehet kivenni? Hát próbálkoztak, de hát látták, hogy le van betonozva, le kellett betonozni nyilván, és hát nem igazán tudtak mit kezdeni a helyzettel, mert hát a cső a szűk és vékony, a kismadár nem nagyon tudott valószínűleg kijönni, úgyhogy elkezdték vakarni a fejüket, hogy lehetne ezt a kismadarat megmenteni, ha itt rebdes. Mert hogyha ők nem lettek volna éppen ott, akkor biztos, hogy elpusztult volna. Hát először szétnéztek a kocsiban, találtak egy ilyen indítókábelt, valami elektromos indítókábelt, beleengedték, lehet, hogy nem volt elég hosszú, vagy ki tudja, de a kismadár elhallgatott, és hát nem igazán segített a helyzeten.
Aztán tovább törték a fejüket, hogy mit lehetne csinálni, és ott egy szomszéd nénitől kértek egy jó pár méter ilyen spárgát, és akkor görcsöket kötöttek rá, és akkor így beleengedték. Hát elég gyermeteg ötlet, nem? Mert hát egy kis madár nem annyira létramászó, vagy olyan erről híres, de hát mit tud az ember tenni, nem jutott jobb eszükbe, és hát beleengedték ezt a kis madzagot. Megint csak elhallgatott a kis madár, nem történt semmi. Hát lehet, hogy még rövid lesz, még engedtek egy kicsit, és akkor leültek hátra, és akkor figyelték. Egyik perc a másik után, egyik 10 perc a másik után, még egyszer csak egy jó fél óra múlva egy ilyen kis borzos kismadár kobak kibukkant a tetején, ha jól tudom, akkor egy széncinke volt, és akkor valahogy mégiscsak ki tudott mászni. És akkor kiült a tetejére, szétnézett, csipogott egyet, vagy énekelt egyet, és aztán elrepült. Hát a száncsapdosás nem olyan hangos, nem? És nagyon szépen ez a kis történet olyan megindító, és úgy örültem ennek a gondolatnak, hogy a Jóisten még a verebekre is, vagy még egy széncinkére is gondot visel. Hogy egy család pont ott egy tábla mellett telepedjen le, amelyikbe belerepült, néha ilyen kéményekbe is szoktak állatok belerepülni, és aztán pedig a kémény jóval nagyobb, és ha nem hallja meg senki, akkor általában elpusztulnak a madarak, mert nem tudnak kirepülni. Hát még egy ilyen vékony csőből. És milyen hálásak lehetünk, hogy a Jóisten gondot viselt erre a kis madára. De még inkább, hogy ennek a családnak egy olyan tapasztalata lett, hogy ez az igevers sokkal közelebb jött hozzá. És ennek az üzenete, hogy nektek még a hajatok szála is számon van tartva, és hogy mennyivel drágábbak vagytok, ti még egy verebecskénél is. Van, hogy néha nem csak egy gyerek, hanem akár egy felnőtt is úgy gondolhatja, hogy az Isten nem hallja az én imámat. Nem néha olyan az embernek a vergődése, mint egy ilyen gyermeteg madárkának, vagy egy erőtlen madárkának a száncsapdosása, ami szinte biztos, hogy nem hallja meg senki. Ki hallaná meg egy alumínium csőbe egy kis madárnak a vergődését? És a Jóisten így gondot visel rólunk, mennyivel drágábbak vagytok ti, ne féljetek, mondja a Szentírás, mondja az Úr Jézus. Én szeretném, hogyha emlékeznétek erre a kis történetre, hogy a Jóisten valóban a verebeket is, a hajunk szálát, de a mi életünket tartja a kezében, és hogy minden tud rólunk. Tudja, hogyha bajba kerülünk, vagy hogyha ilyen csőszerű helyzetbe kerül az életünk, ahol nem találunk megoldást. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, és hogyha verebecskére gondoltok néha, vagy láttok egy széncinkét, akkor jusson ez a Biblia vers esetekbe, hogy egyetlen kismadárral sem történhet semmi, amiről ne tudna a Jóisten. Hát még rólunk. Hát még rólunk mi mindent tud. Mert minden tud a mi életünkből, és egészen biztos, hogy segíteni akar, megmenteni akar, és gondja van ránk. Még a gondolatainkat is hallja. Köszönöm szépen a figyelmeteket, de figyelhettek továbbra is, mert egy olyan történetről szeretnék nektek beszélni, ami nagyon jól ismert a Bibliából, vagyis hát közvetetten egy történetről. Az 56. Zsoltárt szeretném elolvasni veletek, és majd ennek kapcsán egy néhány gondolatot ebből a Zsoltárból kiemelni. Tudjátok, hogy miért érdekes ez a Zsoltár? Nem tudom, hogy a korabeli időkben kellett-e útlevél. Mert Dávid itt elment a filiszteusokhoz. Mi, ha átmegyünk egy másik országba, nekünk kell útlevél. Hogyha Európai Uniós ország, akkor a személyigazolvány is elég, ugye? De általában útlevelet is viszünk magunkkal. Bár nem tudom, ki volt már így, mert én magam is megéltem, hogy otthon maradt az útlevelem, és bajba voltunk a határon, vagy a határ előtt, és vagy ott kellett maradni, vagy jóval később tudtunk kimenni, mert hát elmaradt. Hiába készültünk, hiába
figyeltünk mindent, mégiscsak otthon maradt. Vagy lejárt. Vajon mit keresett Dávid egy másik városállamban? Egy másik országban? Azt olvassuk, hogy ez Gát városa volt. Tudjátok, mitől volt híres Gát? Kik laktak Gátba? Tudtok egy bibliai szemét? Filiszteusok. Nagyon jó, langyos. De én most egy konkrét filiszteusra gondolok. Góliát. Góliát Gát városában nevelkedett. Szerintetek volt olyan ember, aki ne ismerte volna Góliátot Gátban? Hát egyike volt azoknak a híres, neves családoknak, vannak ilyen családok a Bibliában is, akik olyan nagyon erősek, vagy nagyon befolyásosak. És Góliát ebből a városból származott. Mindenki ismerte őt. És mindenki tudta, hogy ki ő. Mindenki tudta, hogy a legdicsőbb harcosa a filiszteusoknak. A legerősebb. Talán a legügyesebb is volt. És nem csak a zsidókat utálta, és nem csak mint két ország, vagy mint két nemzet harcoltak egymással, hanem különös módon az Isten nevét is gyalázta. Az Isten nevével is olyan sokszor, olyan szomorú módon visszaélt. Emlékezzünk a történetre. De most nem is mennék ebbe bele, mert csak ennek a Zsoltárnak a kapcsán jutottak eszembe ezek a gondolatok, és ezt a Zsoltárt akkor jegyezhették fel, amikor itt a felirat szerint, amikor megragadták őt a filiszteusok Gátban. Ez az első vers, ezt mondja. Amikor Dávid bajban volt. Amikor a filiszteusok azt mondhatták, hogy na itt van végre valaki, aki a mi legkedvesebb harcosunkat. És ez persze már egy történetnek majdnem a vége. De olvassuk el, és nézzük meg, hogy mit is jegyez fel itt a Szentírás ebben a Zsoltárban, és mi az, ami üzenet lehet talán a mi számunkra is ezeknek az igéknek a kapcsán. Könyörülj rajtam, Istenem, második verstől olvasom. Könyörülj rajtam, Istenem, mert halandó tátok ellenem, és minden nap hadakozván nyomorgat engem. Ellenségei minden napon tátognak rám, bizony sokan hadakoznak ellenem, ó magasságos Isten. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Isten által dicsekedem az ő igéjével. Az Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthatna nékem? Minden nap elforgatják beszédeimet. Minden gondolatjuk ellenem van, ártalomra. Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkaimat lesik, mert kívánják az én lelkemet. Gonoszsággal menekedhetnének? Haraggal rontsd meg, ó Isten, a népeket. Bujdosásomnak számát jól tudod. Szedd tömlődbe könnyeimet. Avagy nem tudod-e azoknak számát? Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok, így tudom meg, hogy velem van az Isten. Dicsérem az Istent az ő ígéretéért. Dicsérem az Urat az ő ígéretéért. Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthatna nékem? Tartozom, ó Isten, az én neked tett fogadásaimmal. Megadom néked a hála áldozatokat. Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól. Bizony az én lábaimat az eleséstől. Hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. Ez a Zsoltár valami hasonló imádság, mint amikor Jónás a cethal gyomrában imádkozik. Mert Jónás is valami olyan irányba indult, ahova az Isten nem küldte. És Dávid is valami olyan irányba ment, ahova az Isten nem szerette volna, hogy menjen. Sámuel első könyve 27. fejezetében azt olvassuk, hogy amikor Dávid már elfáradt, hogy állandóan üldözte őt a király, hogy Saul mindig a nyomában van, pedig Dávid többször is megszabadíthatta volna magát végleg. Akár amikor a barlangban ment be a király, ahol éppen ő menekült, akár más alkalommal, amikor ellopták a korsót, ugye, és mindannyiszor az Isten a kezébe adta, de ő nem emelte fel kezét az Úr felkentje ellen. Hát annyira a végére azért sajnos olyan szomorúak vagyunk, hogy annyira már nem volt az Úr felkentje, nem?
olyan szomorú, hogy egy ember, akinek az élete jól indul, végül milyen vargabetűk után szinte szembe megy mindennel, amit hit, vagy ami fontos az életében. Dávid mégis nem csak Saulra nézett, hanem arra az Istenre, aki Sault királlyá tette. Vagy engedte, hogy Saul király legyen. És Dávid elfáradt. Azért el lehet fáradni. Emlékeztek, hogy hány évig futott Saul elől? 15, ugye? Legalább. Még a házassága is ráment. Mert Saul végül a lányát, akit pedig odaadott Dávidnak, emlékeztek rá, éppen a Góliáttal való nagy harc után, végül odaadta másnak. És másnak lett a felesége. És amikor Dávidnak már elege volt a barlangokban, meg a hegyekben való menekülésből, mert volt, hogy az egyikük a völgyben volt, másik a hegyen. Szinte látható vagy kiáltható távolságban is voltak egymástól. És azt olvassuk, hogy egy napon mégis el kell pusztulnom, 27. fejezet első vers, mondja Dávid, a Saul keze miatt, és nincs jobb rám nézve, mintha gyorsan elmenekülök a filiszteusok tartományában. Így Saul felhagy azzal, hogy engem továbbra is üldözön Izrael egész területén, és így megszabadulok az ő kezéből. Hogyan okoskodik az ember? Hogy hát, ha az ellenségemnél majd megszabadulok. És a második vers azt mondja, felkel Dávid, elment ő, és az a 600 ember, aki vele volt Ákishoz, a Máók fiához, Gát királyához. Elment Gát városába, elment abba a városba, ahol nem is érti az ember, hogy vajon mire számíthatott. És itt kezdődtek a problémák, mert amikor az ember kiteszi magát egy ilyen helyzetnek, akkor vajon számolhat-e rá, hogy az Isten megóvja? Dávidnak voltak különböző ilyen kalandozásai, nyilván 600 embert el kellett tartani, nem? És az ellenségnek a különböző távoli területeire ilyen rabló hadjáratokat folytatott. De ott ő ezt a helyén tudta kezelni magában, de mégis ezt nem otthonról tette, vagy nem az Isten kezébe tette ennek a sorsát, hanem tulajdonképpen megijedt Saultól, és azt mondta, hogy inkább az ellenségbennél, hát ha biztonságban leszek. És így születik ez a Zsoltár is, az 56. Zsoltár, mert végül a filiszteusok elfogják, és azt mondják, hogy de jó, hát ennél jobb ötlet nincs is, mint hogy idejött végül ez a Dávid, és hát mivel mi egyébként is hadakozunk, hát hogy jöhetne ő velünk? Hogy harcolhatna velünk a zsidókkal szemben? És hát elég bajba került Dávid. Azt olvassuk, hogy megragadták őt a filiszteusok Gátban, tehát elfogták. És aztán hát ebből a elég vert helyzetből imádkozik, vagy fordul az Istenhez. Nem tudom, hogy a mai bibliatanulmányunkban is beszélgettünk erről a kérdésről, hogy mit jelent a táboron kívülre menni. Ilyen költői kérdésként körbe is jártuk egy kicsit, válaszoltunk is rá, de még útravalónak is vihettünk ebből a kérdésből. Mit jelent az, hogy a táboron kívül lenni? A Biblia Jézus Krisztussal kapcsolatosan azt mondja, illetve hát maga Jézus mondja, hogy nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem bűnösöket megtérésre. Milyen jó volt látni, hogy Jézus el tudott menni olyan helyekre, ahol ha nem is voltak készek, például a gadaraiaknál, mert nem arról voltak híresek, hogy ők készek lettek volna az evangélium befogadására, sőt, nyíltan gonosz lelkek is működtek azon a vidéken, mégis az Isten lelkére fogékonyak voltak, nem tudtak ellenállni az Isten lelkének az átformáló, átalakító befolyásának. Vajon szándékos volt ez Jézus részéről, hogy kiment a táboron kívül? Nem az igazakat hívogatni jöttem.
Jól érzi magát egy keresztény ember. Jól érzi magát egy adventista a gyülekezetben. De az időnk nagyobb részét nem a közösségen belül éljük. A családi életben valamennyire igen, de azért elmegyünk a munkába és egyéb dolgok, ugye? Kint vagyunk a falakon kívül. Kint vagyunk a táboron kívül. Vajon mi történik ezek között a mindennapjainkban? Vajon Dávidnak ez a cselekedete megegyezett a mindenható Istennek a szándékával? A végén emlékeztek, hogy hogy szabadult meg? Hogy minek kellett etetnie magát? Bolondnak kellett szinte etetnie magát, és azt mondta végül a király, hogy hát nincs nekem elég bolondom itthon, hogy még ez is itt legyen. És végül nem ölték meg, hanem elengedték. Vajon az Isten hogyan munkálkodik azok életében, akik látnak bennünket, és amikor mi időről időre bajba kerülünk, vagy onnan várunk szabadulást vagy menedéket, akiktől nem kellene. Ez a Zsoltár ennek a tapasztalata. Ezt mondja el Dávid, hogy amikor félnem kellene, negyedik vers, én te benned bízom. Van egy különös reformációs elv, ami nagyon közel került hozzánk is, mint adventistákhoz, ez a hit általi megigazulásnak a kérdése. Mit mondanánk, hogy miért fontos egy protestáns ember számára a hit általi megigazulás? Mit jelent a hit általi megigazulás? Miért szoktuk ezt mi emlegetni? Miért fontos ez egy ember életében? Mert nem a cselekedetekre teszi a hangsúlyt. Nem arra teszi a hangsúlyt, hogy én megvehetem az üdvösségemet. Hogy én tehetek azért valamit. Az üdvösség végül kegyelemből lesz. Egyrészt hit által, másrészt Jézus Krisztus vére által. És Dávid elmegy az ellenséghez, ahova az Isten nem küldi, elmegy azokhoz, akik az Isten népének a legnagyobb ellenségei, és hogy szabadul meg? Mi ennek a Zsoltárnak az üzenete? Az utolsó versekben azt olvassuk, hogy dicsérem Istent az ő ígéretéért. Milyen ígéretei vannak az Istennek? Hogy amikor félnem kellene, hogy amikor elesek is, nem elterülök, ne örüljén ellenségem, mondja az ige, mert felkelek. És van, aki megsegít. Dicsérem Istent az ő ígéretéért. Istenben bízom, 12. vers, nem félek, ember mit árthatna nekem? Tehát én idéztem elő. Vajon az Isten elhagy bennünket? Azt mondja, tartozom, ó Isten, az én néked tett fogadásaimmal. Megadom néked a hála áldozatokat. Vajon mi játszódhatott le Dávidnak a lelkében? Milyen gondolatok fogalmazódtak meg? Milyen fogadásokat tett, hogy na, ha engem itt az Isten megszabadít? Gyerekek, szoktatok ti fogadni magatokban néha? Hogy na csak most az egy. Ha ez a dolgozatom, nem tanultam semmit, de hogyha ez jól sikerül. Vagy egy vizsgára. Vagy egy balesetveszélyes helyzetben. Szokott ilyen előfordulni? Emlékezetetekben jönnek ilyen dolgok? Felnőttek is szoktak ilyen belső fogadásaink lenni néha, hogy nem tud senki róla, de úgy fogadkozik az ember a lelke mélyén. Mert érezzük, hogy az Isten támogatására, az ő segítségére van szükségünk. Hogyan állunk ezekkel a belső fogadásainkkal? És Dávid kimondja ennek az imának talán a legfontosabb gondolatát a 14. versben, mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől, hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. Egy ószövetségi ember megérthette Dávid a hit általi megigazulásnak a lényegét? Mit jelentett egy embernek, akinek kellett gyakorolni az áldozati szertartásban, ugye, a bűnért való áldozatot, a hála áldozatot, ugye? Ismerte a nagy engesztelési napnak a jelentőségét, lélekben ő volt már a király, felkent király volt, jól lehet még formailag Saul volt, de ettől függetlenül 600 ember követte, akik részben fegyverforgatók, részben a családjaik, és mindenki felnézett rá.
És abba a helyzetbe került, hogy mindenki előtt megszégyenült. Na, ilyenkor mit tesz valaki? És a 14. vers olyan különös módon rávilágít ebben a lelkünkben dúló folyamatra, hiszen nem testi és vér ellen van tusakodásunk. Nem a világi fegyveresek a legerősebbek. Ezek a mostani háborús cselekmények úgy felzaklatják, feldúlják az egész világunkat. Már minden, a hétköznapi ember is tudja, hogy miről tárgyaltak a NATO csúcson, nem? És mindenki figyeli, hogy na vajon merre és hogyan alakulnak a dolgok. Ugye az egyszerű emberek is félnek, akik esetleg láthattatok fényképeket vagy videóbejátszásokat a határon. Egy néhány, ma délután kértem, hogy 5 órakor találkozunk. Egyrészt szombatzárás is lenne egyúttal, másrészt úgy gondoltam, hogy egy kicsit több idő legyen pihenni vagy regenerálódni, akinek úgy van szüksége rá. Az ifjúsággal talán 6 órakor találkoznánk. Szeretném, ha össze is érnénk, és egy kis néhány úti beszámolót szívesen tartanék, hogy milyen volt Ukrajnában, vagy az ukrán határon, és mi mindent tapasztaltunk meg. Egy néhány alkalommal az elmúlt pár hétben voltam, és látható azoknak az embereknek az összetöretettsége. Nem tudtak egy bőröndöt összepakolni. Elhoztak egy embert, éppen tegnap, és áthozta a határon az üres bőröndöt. És megkérdezték róla, hogy mit csináltál? Hát nem tudom. Hazament összepakolni, hogy majd megpakolja a bőrönnyit a szükséges dolgokkal, és nem tudta összepakolni. És elment egy üres bőröndel, és visszajött egy üres bőröndel. Pedig ez itt van, ahol nincsenek háborús cselekmények, ahol csak a bombariadót, vagy az appon lehet hallani, mert aki letölti, az annak még éjszaka is cseng, hogy éppen hol van. Mert olyan helyzetbe kerül az ember, mintha magán kívül lenne. Egyébként zárja, bezárva, ezt háború nélkül is meg lehet élni. De egy ilyen helyzetben különösen, és majd erről néhány tapasztalatot szívesen elmondok, akik szeretnétek eljönni, 5 órakor találkozhatunk, kicsit beszélgetünk is, és szívesen elmesélem ezt, mert ha valakinek szüksége van ettől a félelemtől megszabadulni, azt mondja Dávid, mikor félnem kellene, én akkor is te benned bízom. És az utolsó versben meg azt mondja, mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől, hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. De vajon mitől fél egy mai ember? Hát sokan az életüket féltik, nem? Sokan a javaikat féltik, ezért nem mernek eljönni, mert majd beköltöznek otthonra. Vagy elfoglalják a lakásukat. Vagy elhozzák egy bőröndbe az életüket, össze kell pakolni mindent. Vagy akár anélkül is. Nem is gondol bele az ember, és ilyen évszázadok óta mindig vannak ilyen helyzetek, Ázsiában, vagy Afrikában, vagy más helyeken, de hát nekünk már túl rég volt a második világháború, nem? Európában régen nem volt háború. És most meg elég közel van hozzá, hogy kezdjük átérezni ezt. Sokan kérdezik én tőlem is, hogy meddig fog ez tartani? Vagy mire számítsunk? Hiszen a neheze még ezután jön, már nem lehet kapni semmit. 10 pár ezer forintos nyugdíj mellett, ami ott az általános, az öregek nem jönnek el. Drágább a kenyér, meg a liszt, meg a cukor, mint itt. Csak idő kérdése is lassan a klasszikus éhezés kezdődik azokban a településeken, ahol ott vannak néhány kilométerrel, és megpróbálnak gyalog vagy biciklivel átjönni 1-2 kiló lisztér vagy cukorér, mert nincs nekik már. Megszabadítottad lelkemet a haláltól. És van, amikor a saját akaratunkból és ilyen helyzetbe kerülünk, mint Dávid. Amikor kinevetnek, vagy kicsúfolnak bennünket, mert okai vagyunk annak, amiben vagyunk. De azt mondja Dávid, hogy te megszabadítottad az én lelkemet. Tovább látott végül a pillanatnyi helyzetnél. Nem csak megerősítette magát az Úrban,
hanem végül hazament, és aztán ez a helyzet megoldódik. Aki szeretné, majd olvassa tovább, itt Sámuel könyve, első Sámuel könyvében, 27. fejezettől olvashatjuk ezeket az eseményeket. Én csak ennek az imáját, a lelki küzdelmét szerettem volna egy picit nagyító alá tenni ma délelőtt. Hogy mit él át egy ember, amikor hibázik, amikor bajba kerül, de az Isten mégis megsegíti. Amikor végül nem a maga erejében bízik, amikor már elmegy a végsőkig, és bolondnak teteti magát, de utána mégis az Istenhez fordul. Mert Dávid hitáltal győzött. Dávid legyőzte az ellenséget, elsősorban a magában lévő ellenséget, nem? Hogy majd én megoldom ezt a helyzetet. Mennyire akarjuk mi megoldani a saját problémáinkat? Hát ennyire, mint Dávid. Ennyire, hogy még az ellenségem ellensége is a barátom, szokták mondani, ugye? Hogy még az ellenséggel is készek vagyunk cimborálni. Hogy olyan veszélyes helyzetben, hogy talán az Isten is hol van? És milyen különös, hogy az Isten nem a mi igaz cselekedeteinkért, nem mert mindig mindent jól csinálunk, nem azért szeret bennünket. És milyen jó az Isten szíve szerint való emberre látni vagy nézni, nem azért, mert hibázik, hanem azért, mert így bízik az Istenben. Amikor lehet, hogy az imája olyan érzés maga előtt is, mint annak a verebecskének a szán csapdosása egy csőbe, hogy talán már nem hallja senki. De ez nem igaz. Az Isten ott is meghallgatja az imát. És nem csak hazajutott ebből a városból, és megszabadult, meg kiszabadította a szeretteit, meg legyőzte az ellenséget, hanem az Isten végül a helyére tette őt. És végül tényleg király lett. De milyen varga betűk vannak az ember életében? És én azt kívánom, hogy vegyük elő a zsoltárokat az életünknek ezekben a helyzeteiben. Nem azért, mert a szomszédban háború van, vagy nem azért, mert borítékot veszünk elő és gyűjtünk éppen az ukrajnai menekülteknek, vagy a bajban lévőknek, vagy próbálunk valamilyen módon együtt érezni velük. Nem azért, hanem mert van egy ennél nagyobb ellenség, amelyik ott van minden nap az életünkben. Amelyik úgy tudja becsapni az embert, hogy nem is veszem észre. Csak egy olyan ember tudja leírni ezeket a szavakat, aki átéli. Azt mondja, a bujdosásomnak számát, jól tudod, 9. vers, szedd tömlődbe könnyeimet. Hát egy hadvezér az nem erről szokott híres lenni, nem? És az Isten ezeket is tudja és ismeri? Mi nem egy olyan egyháznak akarunk a tagjai lenni. Nem hiszem, és veletek együtt szeretném vágyni és kívánni, ahol az igazak gyülekezetében itt minden rendben van, és a felszínt akarjuk csak nézni. Hanem szeretnénk Dáviddal együtt, a győzőkkel együtt, a Jákobokból lett Izraelekkel együtt, nem? Akik megküzdik ezeket a harcokat, szeretnénk ezt az imát elmondani és elénekelni vele együtt, hogy te szabadítottad meg lelkemet a haláltól, és bizony az én lábaimat az eleséstől. Mondja úgy, hogy el van esve. Hogy lesz akkor az üdvösség? Hogy szabadít ki akkor az Isten? A saját erőmben kell bízni, mert én megoldok mindent, vagy van elég pénzem hozzá, vagy van elég ügyességem hozzá, vagy beszélőkészségem. A Jóisten néha megenged ilyen megszégyenülős helyzeteket az ember életében, nem? Kellünk neki. Nem akar elengedni. Egy verebecske is kell neki, amelyik bele van esve egy csőbe. Azt kívánom, hogy valóban a világ világossága, ahogy Dávid mondja, az életnek világossága lehessünk, és lehessen az ige a szánkba. Nem azért, mert sikerültek a dolgaink, hanem akkor is, hogyha elestünk, akkor is, hogyha olyan mély helyzetben vagyunk, mint Dávid. Ezt jelenti, én úgy hiszem, hogy az ő életében ez jelentette a hitáltali megigazulást, nem?
Nem teológiai eszmefutatást írt ő, vagy egy tanulmányt a hitáltali megigazulásról, hanem leírja ebben az imádságban, hogy mind ment keresztül. És amikor ezt már nem eltitkolni akarta, hanem ezt el tudta mondani, akkor valóban megszabadult. Akkor nem az életét féltette a zsoldosaitól, mert elrabolták a feleségeiket, meg a gyerekeiket, hanem akkor tudott az Istenhez menni. Nem az elmeosztályra akart menni igazolásért, hanem az Istenhez fordult oda imádságban. A Jóisten adja a kezünkbe újból az ő igéjét. Hozzon új imádságokat elő a szánkból, és régieket, hogy azokat tanulmányozva újra tudjuk a kezébe tenni az életünket. Erre van szükségünk. És nem azért, mert a szomszédban háború van, ne azért, mert féltsük, vagy félteni kell az életünket, hanem azért, mert egy ennél nagyobb ellenség ott van minden nap. És látja és figyeli minden léptét az embernek. De ennek a zsoltárnak a hálája olyan különös módon, vagy annak a kismadárnak az éneke, vagy hálája olyan különös módon közel kerülhet az emberhez, hogy szabadul meg az ember lelke. Hogy már nem kell félni, mert ember nem árthat nekem. Ne attól féljetek, mondja az ige, aki a testet öli meg, hanem aki a lelket. El lehet venni az életét egy pillanat alatt. Egy héttel ezelőtt a tegnap esti híreket az romániai adventista híreket olvasva olvastam, hogy két gyülekezetet lebombáztak. Kettőt. Egy testvérünk meghalt, és egy pedig válságos állapotban van. Lehet, hogy tegnap óta már meghalt. Nem tudom. Egy héttel azelőtt még hálásak voltunk, hogy még senki nem halt meg. Most már igen. Ha ezt a gyülekezetet lebombáznák, ti mit csinálnátok? Vagy én mit csinálnék? Emlékeztek, hogy mit mondott Jézus? Roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Mi erre az én válaszom? Mi a saját életemnek a féltésére adott válaszom? A hibázásomra? Vagy az egyházat, vagy a gyülekezetet ért támadásokra? Mi az én válaszom? Mert lehet vitázni Jézusra, hogy mennyi ideig építették ezt? És mit akar itt ez? Nem is értették, hogy miről beszél. És ezek az igék azért készítenek minket az úrvacsorára, és egy hét múlva úrvacsorai alkalmunk lesz. Roncsátok le a templomat, és 3 nap alatt megépítem azt. Jézus magára gondolt, nem? Az evangélium szívbe markoló módon ott volt az emberekkel, ott volt Jézus Krisztus, ott járt közöttük. Egy hét múlva nem csak úrvacsorai alkalom lesz, hanem egy húsvéti alkalom is. Itt kérek elnézést mindenkitől, nem lettek készen a meghívók, de meg lesz, és lesz lehetőség még interneten is feltenni a hét elején. Majd jelezzetek, hogy kinek adhatok, jó, és majd elkészülnek. A kétegyházi és az eleki hangversenynek a meghívója lesz majd csak néhány gondolatban a helyi aktualitásokkal kiegészítve, elkészítve az már készen van, és a húsvét alkalmával valahogy ennek a tapasztalatát szeretnénk az emberek szívére helyezni. Mint gyülekezet is, mint közösség is, és mint egyén is. És hívjunk barátokat, hívjunk vendégeket. Ez jövő héten este 6 órakor lesz, ezért is nem lesz majd délutáni alkalom, és ezért is lesz majd egyben délelőtt a Biblia tanulmányunk és az Isten tisztelet, az úrvacsorai alkalom is. És imádkozunk ezért az alkalomért. És imádságban gondoljunk az Isten előtt, hogy vajon én hogyan élem meg. Mert nem egy húsvét kell ahhoz, hogy én az Isten haláláról gondolkozzak és a feltámadásáról. Nem egy úrvacsora kell, hogy ez megjelenjen az én életemben. Hanem a mindennapi küzdelmeimben, az eleséseimben kell megtapasztalnom a megszabadulást és a felállást. És akkor még nem beszéltem a felebarátról. Mert amikor a felebarát életében történik ez meg, akkor rúghatok is bele, meg emelhetem is. A Jóisten ebben adjon kegyelmet, hogy ezt megtapasztalhassa itt mindenki. Hogy a vendég is, vagy az utazó is, amikor bejön, akkor vele találkozhasson. És mi gyülekezet legyünk ennek az elősegítői. És ezek az igék, ez a zsoltár, kívánom, hogy akinek elindította a gondolatait, olvassa
újra ezt a történetet Sámuel első könyvéből, és hozzon a mi szánkról is, hozzon a mi szívünkből is olyan imákat, olyan hála gondolatokat, hogy valóban egy élő Istennel vagyunk kapcsolatban, aki tudja, látja az én problémáimat. És végül nem másban akarom keresni majd a megoldást, és végül nem más lesz a hibás, hanem le tudom tenni, mert te vagy az én szabadítóm. A Jóisten készítsen bennünket vele való találkozásra, az úrvacsora alkalmára. Készítsen bennünket a másoknak, másokon való segítségnyújtásnak a lelki készségére, hogy végül ne én magam legyek ott mindig valahol az első, hanem ő lehessen minden mindenekben, hogy ő lehessen az élet világossága. A Jóisten ebben segítsen mindannyiunkat ezen a Zsoltáron keresztül is. Amen.